Fontos ír számunkra 2005, hiszen egyletünket felvették a bukovinai székelyek országos szövetségébe, mely bátorítást nyújtott további munkánkhoz. Ez nem csak a mi, hanem az egész Hunyad megyei magyarság számára fontos, mert segít nyelvünk tisztasága, nemzeti hovatartozásunk tudatának megőrzésében és továbbvitelében. Az elmúlt években számos rendezvényen vettünk részt, ezek közül a legjelentősebb a Bonyhádon szervezett bukovinai találkozások elnevezésű folklorfesztiválon való részvételünk. Rendszeresen részt veszünk a Hunyad megyei Magyar Napok rendezvényein, minden magyar lakta környékbeli településen fellépünk kórusunkkal. Több alkalommal is jelen voltunk a helyi keresztény felekezetek templomi eseményein. Baráti kapcsolatunk van a székelyudvarhelyi Őszi Rózsa hagyományőrző kulturális egyesülettel. Közös kulturális események keretén belül részt vettünk Sopronban megszervezett idősek nemzetközi találkozóján. Jelen vagyunk a kultúrrendezett Petőfi Sándor kapcsolatai Sándor szavaló versenyen. Csernakeresztúri bukovinai székely testvéreinkkel is kapcsolataink vannak. A marosutasi barátaim meghívására ellátogattunk rendezvényükre. Marosíjén található Betlen Gábor szülőházánál tartott rendezvények vendégei vagyunk, melyet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vásárolt meg, illetve Maros németin található Gyulai Ferenc kastély programjain is jelen vagyunk. Vajdahunyadvára is meglepően szép események színhelye, itt is jelen vagyunk. Számunkra bukovinai találkozások esélyt adnak arra, hogy elmélyítsük, megéljük magyarságunkat, de lehetőség nyílik arra is, hogy baráti kapcsolatokat köthessünk. Lutné Zsók Borbála, a Szivárvány nyugdíjas klub vezetője. Fogadjuk őket szeretettel. Jóska, két nagy a halál,
Csak egy rúzsdás sajka, krétes
Így jár, aki messze többről, ide vándorol,